Ilyenkor elszáll a gondom, újra érzem a régi grundok hangulatát. Elszáll a gondom, mert játék közben mindenki jó barát. Ihász Gábor barátunk futball és lábtenisz rajongó volt, így aztán fontos, hogy ugyanezt értsék meg a Diák Olimpia résztvevői is. Ezek a szabályok nem a labdarúgásnak játszottakkal teljesen azonos, de az ügyes gyerek az természetesen ezt is megtanulja, és én nagyon örülök, hogy a Diák Olimpia versenyrendszerébe ezt a sportágat is megtaláljuk. A futballpalánták is figyelnek, reméljük, hogy gyermekéveik végére nem csak a parkett ördögei lesznek. Hát legjobban az összjátékot tudjuk gyakorolni. Tavaly már országos döntőn is voltunk, ott is jó eredményt értünk el. Fontos az összjáték, meg a csapatmunka. Hát itt segít mind a két lábbal gyakorolni, fejjel is. Fontos, hogy jól alkalmazzuk ezeket. Ez a lábtenisz számunkra csak egy hobbi, mivel mi mind a hárman a videótomban focizunk. Hát de nagyon jó, hogy együtt játszani, minden héten, kedden gyakorlunk, és kijön ez a versenyeken is. Az űrszajú mester láttán akár azt hihetnénk, hogy az edző szent, pedig csak a játék az. Hát most is ennyi évesen, ha megpattanik a labda, az az első, hogy már keresem a helyet, és megyek a gyerekek közé, és érdemes a gyerekekkel foglalkozni. A Diák Olimpián mindenki győzött, és éreztük a régi rondok hangulatát is.